Pannon Televízió híradóját látják, Víg Gabriella vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. A haza minden előtt. Az aradi vértanúkra emlékeztek a Baranya vármegyei önkormányzat szervezésében. Kreatív ipar, fejlődés, gazdasági haszon. Elindult a Design Pécs 2024 programsorozat. 30 éves a Misina Természet és Állatvédő Egyesület, gazdag programkínálat a jubileum alkalmából. Pécsi kollekciók a kifutón. Két tervező mutatkozott be a Nádorban. Az aradi vértanúkra emlékeztek Pécsen. A Baranya vármegyei önkormányzat szervezésében ünnepi műsor kezdődött a 48-as hősök tiszteletére az aradi vértanúk útján lévő emlékhelyen. A résztvevők a megemlékezés végén megkoszorúzták az aradi vértanúk pécsi emlékszobrát. Nemzeti emléknapunkon a 175 éve október 6-án kivégzett hős honvéd tisztjeinkre emlékezünk. Az aradi vértanúk emléknapján fejet hajtunk az 1848-49-es szabadságharc mártírtábornokai és vezetői előtt. Aradon 13 nagyszerű, rendíthetetlen jellemű hős és hazafi élete ért véget. Az osztrák minisztertanács határozatának következtében összesen mintegy 170 főt végeztek ki. 1500 elítélt került börtönbe, 40-50 ezer embert kényszersorozás vittek el, és több ezre menekültek emigrációba. Pécset vasárnap az aradi vértanúk útján lévő tábornokok szobrai előtt a vármegye vezetői, különböző pártok és társadalmi szervezetek emlékeztek az áldozatokra. Nemzeti gyásznapon érdemes felelevenítenünk az aradi kivégzett hősi halált halt honvéd tábornokok hősies helytállása mellett azt is, amire pécsiként büszkék lehetünk, hogy Dévényi Sándor, Kossuth Díjas építész, kedves barátjával Kisdelekti István építésszel együtt már a kommunizmus utolsó éveiben, a 80-as években elhatározták azt, hogy szeretnének egy emlékhelyet létrehozni itt Pécs városában, és ez az elhatározás kitartó lelkesedéssel párosult, amelynek az eredményeként a rendszerváltás hajnalán 1991 és 97 között sikerült egy olyan civil összefogást megalkotni itt Pécsen, amely létrehozta azt a nemzeti emlékhelyet, amely egy teljes emlékhelyé vált, és amely az 1890-ben Aradon átadott szabadság szoboron kívül nincsen Magyarországon, és a Kárpát-medencében Pécset jött létre az első ilyen emlékhely. Amely méltó helyszínéül szolgál a megemlékezéseknek a történelmi belvárosban. És szolgálja azt is, hogy legyen egy olyan hely, egy olyan pont, egy olyan sétány itt a történelmi belvárosba, ahol az utánunk következő nemzedék is, a gyermekek, a mi gyermekeink és a mi unokáink is majd ki tudnak jönni a nemzeti gyásznaphoz kapcsolódóan tanórák keretében, és bizony föl tudják idézni az aradi tábornokok hősies helytállását, és meg tudnak fogalmazni olyan üzenetet, amely mind a mai napig aktuális. Én az ünnepi beszédemben Kölcseit idéztem, és arra hívtam fel a hallgatóság figyelmét, hogy mindannyiunknak megvan a felelőssége, nekem is három gyermekes édesapaként, hogy átadjam azt az üzenetet a gyermekeimnek, hogy mit jelent, hogy a haza minden előtt. Milyennek a szó, milyennek a mondatnak a jelentése, és hogyan kell élni, hogyan tudunk viselkedni, hogy méltóak legyünk azokhoz a hősökhöz, akik több ezren, több tízezren az életüket adták a hazáért, nem csak 48-49-ben, hanem később 1956-ban is. A magyar kormány 2001. november 24-én nemzeti gyásznappá nyilvánította október 6-át. Ezen a napon az állami lobogót félárbocra eresztik, a középületekre kitűzik a gyászlobogót, az iskolákban megemlékezést tartanak. Bemutatók, kiállítások, workshopok. Mindez a város az egyetem és a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara összefogásával. Újra megtöltik Pécset a dizájnhoz kapcsolódó programok, események. A kreatív ipar országosan is jelentős bevételt hoz, a GDP 8-10%-át jelenti ez. Elindult a Design Pécs, a város, az egyetem, illetve a Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara egyhetes őszi rendezvénysorozata. Ez lelkesítőleg hat a helyi iparkamara főtitkárára, mondta stábunknak. Lelkes vagyok azért is, mert ez már a 10. Design Pécs. Amikor 10 évvel ezelőtt elkezdtük a partnereinkkel, várossal, egyetemmel, a kreatív ipari szereplőkkel az első Design Pécsnek a megszervezését, akkor én gondoltam, titkon reméltem, hogy meg fogjuk érni a 10. születésnapot, aztán majd a 15-et, 20-at. De a valóság az ugye általában
közbeszól. És itt az elmúlt jó pár évben válságról válságra estünk, de a Design Pécs az valamiért mégiscsak jelen van. Az önkormányzat, az egyetem és a kamra is bemutatja a dizájnhoz kötődő tevékenységeit, eredményeit, mondja Rabszabolcs. Ugyanarra helyezzük a fókuszt, amire eddig mindenki a kompetenciái mentén teszi a legjobbat. Az egyetem művészeti kara természetes, hogy a képzőművészet, a művészet köré összpontosítja az erőit, programjait, a workshopokat, a konferenciákat. A Pécsvárosa nagyon izgalmas kreatív ipari sétákat, túrákat szervez idegenvezetővel, érdemes ezekre bejelentkezni. A kamara pedig a gazdaság és az iparnak a képviseletében szerdán, azaz holnap után egy nagy ipari dizájnkiállítással nyitja meg a Design Pécset. Itt olyan cégeket ismerhetnek meg az érdeklődők, akikről nem gondolják elsőre, hogy fontos a dizájn a tevékenységükben, mondja a szakember. Mert mondjuk egy gépberendezést, vagy egy gépgyártó berendezést gyárt. Hát a fene se gondolná, hogy ahhoz dizájn kell, formaterv kell. De ezt meg kell értsük, hogy ma formaterv nélkül nem lehet eladni szinte semmit. Természetes, hogy a belbecs az fontosabb, de hát a külcsíny legalább olyan fontos. A dizájn és a hozzá köthető üzleti eredmények nemzetgazdasági szinten is jelentős bevételt hoznak. Összeget nem fogunk tudni mondani. Sajnos a kreatív iparnak a gyűjtése a statisztikai hivatal által is meglehetősen hiányos. Egy új módszertan kellene, de amit évek óta mondunk, az nagyjából igaz, a GDP 8-10%-ához járul hozzá a kreatív ipar. A kreatív iparban sok alágazat tartozik, a turizmustól a divatig. Ez az iparág a szolgáltatásaival még mindig Európában a legerősebb. Ezért gazdasági lehetőséget jelent, amit ki kell használni, akár itt Pécsett is, mondja a főtitkár. Rövid híreink következnek. Európa 50 legjobb diákvárosáról készített összeállítást a The Campus Advisor felsőoktatási tájékoztató kiadvány. Budapest a negyedik, Pécs a 14. helyen végzett. A legkiválóbb hallgatói élményt nyújtó városok meghatározásához a listát készítők figyelembe vették egyebek mellett a tudományos környezetet, a város diákbarát jellegét, a megélhetési költségeket, a kulturális sokszínűséget, az éjszakai életet, a tömegközlekedést, a kényelmi szolgáltatásokat, valamint a biztonságot is. A lista élén Prága áll, majd Heidelberg és Galway következik. Budapest csak egy hajszállal, egy tizednyi pontszámmal maradt le a dobogóról. A magyar főváros olyan egyetemi városokat utasított maga mögé, mint Varsó, Berlin, Bologna, Bécs, Amsterdam vagy London. Pécs a 14. helyen végzett, és mások mellett Valenciát is előzi. A rendőrök október 7-e és 13-a között ismét fokozott közúti ellenőrzéseket tartanak Magyarország közútjain, írja a polisz.hu. Az Európai Közlekedés Rendészeti Szervez hálózata, a ROTPOL, a Figyeld az utat elnevezéssel hirdetett fokozott ellenőrzést, amelyhez az elmúlt évekhez hasonlóan most is csatlakozott a magyar rendőrség. A rendőrök Magyarország egész területén elsősorban a menet közbeni mobiltelefon használatot ellenőrzik majd, valamint minden olyan magatartást, amely vezetés közben a személy és vagyonbiztonságot a figyelem elvonásával veszélyezteti. Ha például a járművezető menet közben bármilyen elektronikai eszközt működtet, vagy ilyen eszközön képi vagy szöveges adatokat megtekint. 30 éves a Misina Természet és Állatvédő Egyesület. Pénteken sétáló állatotthon címmel rendezte programot. Egy fotókiállítás is nyílt, amelynek során 3 évtized történetét mesélik el képekben. Volt itt örökbefogadott kutyák találkozója, állatsimogató, lovas bemutató, valamint gazdára váró kutyák bemutatása. A 3 naposra tervezett jubileumi programsorozat tekintettel a rossz időjárási viszonyokra 2 napos lett, és a csütörtöki programokat szombaton tartották meg. Azonban ez nem okozott gondot sem a szervezőknek, sem a látogatóknak. Az érdeklődés nagy volt. Erbe Blandlizita kapcsolata a Misinával 16 évre nyúlik vissza. Egy örökbefogadott kutyáját együtt nevelte, tanította Farkas Tamással, a most 30 éves Misina Természet és Állatvédő Egyesület elnökével. Zita azóta is önkéntes segít. A Misinának különféle ilyen terápiás rendezvényeken, idősek otthonába, sokszor volt a Misina kórházakba beteg emberek mellett, sőt nem tudom, tudjátok-e, hogy nagyon sok ember
neki a kutyáknak köszönheti a gyógyulását, sőt, nekem is van egy személyes tapasztalatom, volt olyan idős néni, aki megszólalt a kutyámnak, 5 évig nem beszélt, de a kutyának 3 alkalom után megszólalt. Tehát ez nagyon sokrétű, sokáig beszélhetnék róla, tehát ez csak egy kis része a terápiás rendezvény, a terápiás kutyák, beteg gyerekek segítését is elősegítik, illetve a rehabilitációt, agresszív kutyák rehabilitációját is segítik a terápiás kutyák. Egy fotókiállítás is nyílt a 30 éves jubileum alkalmából, amelynek során 3 évtized történetét meséli el Laufer László pécsi fotóriporter képekben. A helyszín igencsak érdekes, ugyanis a Pécs-Somogyi Állatotthon növénylabirintusában láthatók a képek. Ezek máskor is megtekinthetők, jó idő esetén, mondta Farkas Tamás. Időlabirintus, talán ez a legjobb szó erre, hiszen régi és újabb képeket is bemutat. Itt azt gondolom, hogy nagyon fontos és nagyon érdekes megnézni például Busánkat, amikor kis bolyú volt, vagy Fifi, amikor csikos vadmalac volt, és hát legjobb itt lévő állatunkat, mondjuk Herminát, aki 98 óta van itt. Tehát itt azt gondolom, hogy már nagyon komoly korokról, nagyon komoly sorsokról beszélhetünk. Örökbe fogadott kutyák találkozóját is megrendezték. Ez a Gazdi és Keverék kutyája igen jó barátságban van, idén fogadta örökbe, még tavasszal az azóta 1,5 éves kutyáját. A találkozón elhangzott beszámolók mindig nagyon érdekesek és tanulságosak, hangsúlyozta az állatotthon vezetője. Részben ugye az, hogy miért fogadta örökbe, miért pont őt fogadta örökbe, és hogy hogyan változott meg a kutya az alatt, az időszak alatt, amióta a gazdájával van, tehát már nem az állatmenhelyen. Mit jelent egy kutya-gazda kapcsolat? Mennyivel jelent mást mondjuk egy menhelyből örökbe fogadott kutya számára, és mennyivel jelent mást mondjuk egy örökbe fogadó számára? Hiszen sokkal kevesebbet tudunk ilyenkor az állatnak a sorsáról, sokkal jobban oda kell lehet, hogy figyelnünk, és sokkal türelmesebbnek is kell sokszor lenni, hiszen minden kutya, minden örökbefogadott kutya hoz magával valamit, amiről lehet, hogy nem is tudunk. Szombat délutánra várták a kutyasétáltatókat, akik szintén nagyon fontos szerepet töltenek be az egyesület életében, hiszen jelenleg 200 kutya van a szervezetnél, ennyit pedig képtelenség naponta megsétáltatni. Ezért az önkéntesek rendkívül fontosak ezen a területen is. A szaköreik, a karámkör lovasaik is készültek bemutatóval a hétvégi ünneplés alkalmából, igyekeztek minden szeletét megmutatni tevékenységüknek. Az ingyenes gyermeklovagoltatás sem maradhatott el, amelyet a lovardában tartottak. Rövid híreinkkel folytatjuk a híradót. 94 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől vasárnapig, tájékoztatta az Országos Rendőrfőkapitányság hétfőn az MTI-t. A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint pénteken 40, szombaton 39, vasárnap 15 jogellenesen az országban tartózkodó külföldit tartóztattak fel, és kísértek az ideiglenes biztonsági határzárhoz. Az elmúlt héten az ország területén 210 határsértőt tartóztattak fel és kísértek vissza. Az ország belsejében 3 határsértőt is elfogtak, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult. Embercsempészés miatt hadgyanúsított ellen indult büntető eljárás, derült ki a rendőrségi összesítésből. A Pécs-Nagykanizsa vonalon október 30-áig Szigetvár és Szentlőrinc között komplex pályakarbantartást keretében sín- és betonajcserét, kavicságyazatcserét és a közlekedésre veszélyes elkorhat fák kivágását, valamint több útátjáró átépítését végzik. Ezért módosul a menetrend. Szigetvár és Szentlőrinc között pótlóbuszok közlekednek a személyvonatok és a Pannonia interrégiók helyett is. A Pécs és Szentlőrinc, illetve Szigetvár és Nagykanizsa néhány esetben Nagykanizsa és Szombathely között is módosul a vonatok menetrendje. Több esetben a kimaradó vonatok helyett Szentlőrinc és Pécs között a Mecsek Intercity vonatokkal vagy a Dombóvár-Pécs közti személyvonatokkal biztosított az eljutás a pótlóbuszokhoz csatlakozva. A vonatok Pécsről 5-12 perccel korábban indulnak, az átszállások miatt fél órával hosszabb eljutási idővel kell számolni. Divat bemutató az STI-k és a menyasszonyi ruhák jegyében, valamint kiegészítőként táskák, retikülök a modellek kezében. Pécsi tervező kollekcióját láthatták az érdeklődők a Design Pécs esemény sorozathoz kapcsolódva.
Elegáns fekete ruhákat mutatnak be a modellek a kifutón a Pécsinádor galériában. Itt tartották Karácsony Andrea estei és menyasszonyi ruha bemutatóját. Az ünnepi hangulat fokozásaként a közönségtől azt kérték, hogy fehér öltözékben jelenjenek meg, ha lehet. A pécsi tervező a 2025-re tervezett kollekcióit hozta el a divat bemutatóra. Szerettem volna megmutatni, hogy a feketének ezer arca van, és hogy mindenképpen életre keltik a nők, és hogy a gyönyörűségeket így elővarázsolni és megmutatni most. A következő kollekciónk az ugye egy menyasszonyi kollekció volt, itt ugye teljesen a fehér letisztult, ugye most nagyon ez a 3D-s virágos tollas vonal, megy még kicsit csillogós, úgyhogy ezeket a darabokat hoztam el, ez is a 2025-ös kollekcióm. Az utolsó részben a színesebb, extravagánsabb alkalmi ruháit mutatta be a tervező. Karácsony Andrea erősen kötődik Olaszországhoz, szakmai sikert is ért már el ott. Olaszország alapból nekem egy nagyon-nagyon inspiráló hely. Én sokat járok oda, sokat töltek ezek ott, és ott szoktam megrajzolni a kollekciónak az új darabjait, tehát hogy onnan jött, hogy nekem egy ilyen nagyon erős kötődésem van Olaszországhoz. És nyilván már, hogy onnan is, hogy Milánóba is vittek már tőlem mennyasszonyi ruhát, amire nagyon-nagyon büszke vagyok, úgyhogy hát imádom Itáliát. Az est másik alkotója táskáival érkezett. Háziasszonyként egy évvel ezelőtt indította a jellegzetes kolibrivel díszített női táskák készítését. Nagyon kreatív anyukának tartom magam. Mindig is érdekelt a művészet, nagyon szeretek rajzolni, és már régóta dédelgetett álmom volt, hogy valami olyat alkotnék, ami maradandó, és imádom a divatot, szeretem a táskákat, szeretem a cipőket, és akkor innen jött az ötlet, hogy hát ha tudnék táskát is tervezni, és akkor elkezdtem, belevágtam, megtaláltam a megfelelő hölgyet, aki a szakértelmével meg tudja valósítani azt, amit én megrajzolok és megtervezek, és úgy látszik, hogy sikerült, úgyhogy most ezeket az álmaimat próbálom hajtani és kergetni, hogy hát ha egyszer majd még valami nagy dolgot tudok csinálni. Ez már a harmadik kollekciója, amit bemutattak a Nádorban. A kolibria a nőiesség, életöröm jelképe, ezért ez a védjegye. A táskák egyedi pécsi termékek. Csak bőrtáskákat tervezek, nyilván olasz belső résszel, tehát hogy törekszünk arra, hogy jó minőségűek legyenek, tényleg minden munkafolyamatot megtervezünk, és kézzel varják össze, kézzel szabják ki. Tehát nincs, még azt sem mondhatom, nincs két egyforma, mert igazából tényleg mindent kézzel készítünk, és nincs szalagmunka. És itt Pécsen csinálják, úgyhogy tényleg abszolút pécsi termék, úgymond az egész tervezéstől a megvalósulásig Pécsen készülnek a táskák. A bemutató a Design Pécs 2024 kreatív ipar, az ipar kreatív elnevezésű eseménysorozathoz kapcsolódott, ami hivatalosan hétfőn indult. Ennek fő koordinátora a partner intézményekkel, cégekkel a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara. A régió híreivel folytatjuk. Őshonos halfajok pusztulását okozta egy ismeretlen eredetű anyag a Kapos folyón. Ez a vízben oxigén hiányt okoz, ami már elérte a Sió csatorna a Tolna vármegyei szakaszát is. Szeptember 28-án észlelte a közösségi médiában a Tolna megyei Horgász Egyesületek Szövetsége, hogy Somogy vármegyében Taszár környékén egy ismeretlen eredetű, sűrű, olajszerű anyag került a Kapos folyóba. Ez október 1-én a Sió csatorna Tolna vármegyei szakaszát is elérte, amely halak pusztulását okozta. Azt tapasztaltuk, hogy a délelőtti órákban, október 1-én, mert a szakály részen is az jelen volt, láttunk elpusztult domolykót, nagyobb testű domolykót, és elmentünk Regölybe, ahol is a Regölynél ott egy hídnál mértünk vizet, oxigénszintet, vízoxigénszintet, és azt tapasztaltuk, hogy nagyon-nagyon alacsony ez az oxigén. Normál esetben jelenleg ezek a vizek ilyen 8 fölötti milligram per liter oxigénnel kellene, hogy rendelkezzenek. Ott az első mérésünk a 0,35 milligram per liter volt ez a szint, ami mondhatjuk, hogy szinte az élettel összeegyezhetetlen a halak számára, illetve egyéb vízi élőlényeknek.
Az illetékes szervek közben vettek vízmintát, hogy megállapítsák a halpusztulás okát. A regai részen apró halakat láttunk pipálni nagy mennyiségben, keszegféléket, nagyon sok bodorkát, küszt, dévérkeszeget, illetve a lentebbi szakaszon már megjelentek az elpusztult és tehát az elpusztult domolykók, illetve a bódult halak már ott nagy mennyiségben. Október 1-én közérdekű bejelentést tett a Toholsz, a Tolna vármegyei, illetve a Somogy vármegyei kormányhivatalai környezetvédelmi osztályain, ahol már tudtak az esetről. Azt az információt kaptuk, hogy tudnak valamilyen szinten a dologról, mert a kaposvári cukorgyárnál egy tározót, valami víztározóikat beengedték a vízbe, és hogy előfordulhat, hogy az ő vízükből néhány apróbb keszeg megjelenik elpusztulva. És akkor tájékoztattuk ezeket a hatóságokat, hogy itt nem néhány apróbb keszegről van szó, hanem a kaposban előforduló őshonos halfajokról és hatalmas oxigénhiányról. Arra kérik a horgászokat, hogy a következő napokban ne fogyasszanak sem a sióból, sem a kaposból fogott halból, mert nem lehet tudni, hogy milyen szert engedtek a folyóba. Az elmúlt hetekben jelentősen megnövekedett a légúti betegségek száma, mind a gyerekeknél és a felnőtteknél is. Nő a koronavírusos esetek száma is. A tudivalókról Schranz Róbert szexádi házi orvost kérdeztük. Egyház két külön gyógyszer, de egyiket rendszeresen tetszik szedgetni. Egyre többen fordulnak orvoshoz légúti betegséggel az elmúlt hetekben. Jellemzőek a vírusbetegségek is. Az általános vírusbetegségeket általános kezelésben szoktuk részesíteni, ugye pihenés, nagyon fontos, a folyadékbevétel nagyon fontos, és gyulladás csökkentő gyógyszerek szedése, ilyen például ugye az aszpirin, kalmapirin, neocitrán, amennyiben valaki jelentősen kőz, akkor köptető nyálkoldónak a szedése javasolt, és a szövődmény esetén pedig a felkereséssel rendelőnek javasolt. Egyre több a koronavírusos esetek száma is. A szexhárdi kórház fekvőbeteg osztályain például október 2-a szerdától ismét kötelezővé tették a maszkviselést, mert egyre több betegnél és dolgozónál észlelték a koronavírus tüneteit. Egyre gyakrabban tapasztaljuk mi is, és hát a paciensek is ezt jelzik nekünk vissza, hogy több betegség okozója a COVID. Ez a COVID azonban nem az, amelyik az elmúlt években súlyos kórképzetet hozott létre, hanem megszelidült, és hasonlóan a többi vírusbetegségekhez csak általános tüneteket okoz, kivéve azoknál, akik eleve egyéb társbetegségekkel rendelkeznek. Tehát az idősek, kardiovaszkuláris betegséggel rendelkezők, vagy más súlyos immunbetegségben rendelkezőknek vigyázniuk kell, mert náluk azonban ez a COVID is okozhat súlyos következményeket. Maszkot minden légúti fertőző betegséggel rendelkező páciens viseljen, ezt mondja az orvos. Így, hogyha rendelőbe jön, itt is kéne viselni, de bármilyen társasági eseményen, ha részt kell vennie, akkor maszkba letegye ezt. Az őszi hűvös időben mindig megszaporodnak a légúti betegségek. Zárt terekben sokan is könnyen elkaphatják a fertőzéseket. Megnyílt Magyarország legnagyobb borbárja, a Balaton borbár, amelynek célja, hogy a borászatok kedvelői ősszel is felfedezzék a régió egyedülálló borkultúráját, gasztronómiáját. A Visit Balaton 365 őszi keresletösztönző kampánya az 1000 indok az őszi Balaton mellett legújabb kezdeményezéshez eddig mintegy 40 helyi borász csatlakozott, akik 4 hosszú hétvégén mutatják be nedűiket. A Balaton körül található 6 borvidék, 40 borászata csatlakozott a Visit Balaton 365 őszi kampányához, melynek célja, hogy a kiváló borok kedvelői ősszel is felfedezék a régió egyedülálló borkultúráját és gasztronómiai kínálatát. Október folyamán 4 hosszú hétvégén várják a vendégeket a szolgáltatók, vagyis ebben a hónapban minden héten csütörtöktől vasárnapig tart az akció. A célunk az, hogy a Balatont ne csak nyáron, hanem ősszel, télen is, tavasszal is minél többen meglátogassák. Ezért is indítottuk a kampányunkat, aminek az a címe, hogy 1000 indok az őszi Balaton mellett. Azért éppen 1000, mert amikor elkezdtük összegyűjteni azoknak a szolgáltatóknak a listáját, szálláshelyekét, vendéglátóhelyekét, attrakciókét, akik ősszel és télen is nyitva tartanak, akkor olyan 700-800-nál jártunk, amikor már láttuk, hogy biztos meg lesz az 1000. Több is lett, közel 1500 szolgáltató várja a vendégeket ősszel, szeptember, október, november, december hónapok folyamán. Ezen belül a kiemelt témánk, kampánytémánk a bor,
hiszen a Balaton nem csak egy nyári fürdőhely, hanem Magyarország egyik legnagyobb szőlőtermő területe, maga a borrégió 6 borvidéket ölel fel, és arra próbáljuk ráirányítani a belföldön utazni vágyók figyelmét, hogy érdemes eljönni a Balatonhoz, és a Balaton valamely borászatában bort kóstolni. Ennek egy nagyon egyszerű kommunikációs technikáját találtuk ki. Azt mondjuk, hogy megnyitjuk Magyarország legnagyobb borbárját, ami nem más, mint maga a Balaton. Ennek a kampánynak a keretében a balatonborbár.hu oldalon lehet megtalálni azt a 40 borászatot, akik csatlakoztak az akcióhoz. Rókusfalvi Pál nemzeti bormarketingért felelős kormánybiztos szerint a Balaton környéki borászok összefogása példaértékű. A mostani kezdeményezés pedig jól illeszkedik a Magyar Bormarketing Szövetség jelenleg is futó kampányához, amely épp hazánk borvidékeinek turisztikai kincseire hívja fel a figyelmet. Nagyon fontos, hogy a turisták, akik nevezük őket mondjuk másodlagos borturistáknak, mert még nem tudják, hogy a bor miatt is itt vannak, de bárhogy érkeznek, akár milyen formában kirándulnak, vagy ide jönnek, akkor itt találkoznak a borral, és erősíti. Tehát azt gondolom, hogy a turizmus, a bor kéz a kézben járnak. Nekünk ilyen szempontból az egyik legfontosabb rész, hogy Magyarország egy turizmus szempontjából is fantasztikus, különleges és sokszínű ország. A kampányító rendezvényen Pag Gábor, a Balatoni kör elnöke is jelen volt, aki üdvözölte a most induló Balaton Borbár nevű kampányt, hiszen a régió 4 évszakossá tétele kiemelt cél. A már 10 éve létező Balaton Bor márka is megmutatta, hogy csak összefogással lehet vendégszámot növelni a szezonon kívüli időszakban. A jelenlegi szolgáltatói lista folyamatosan bővül, az érdeklődők az említett honlapon találják meg a borászatok névsorát és kínálatát. Híradónk végén baranyai témáink még egyszer röviden. A haza minden előtt. Az aradi vértanúkra emlékeztek a Baranya vármegyei önkormányzat szervezésével. Kreatív ipar, fejlődés, gazdasági haszon. Elindult a Design Pécs 2024 programsorozat. 30 éves a Misina Természet és Állatvédő Egyesület. Gazdag programkínálat a jubileum alkalmából. Pécsi kollekciók a kifutón. Két tervező mutatkozott be a nádorban. Kedden fátyol felhős napos, csapadékmentes időre van kilátás. Sokfelé feltámad, északnyugaton felerősödik a délies szél. Délelőtt 12-17, délután 18 és 25 fok közé melegedhet a levegő. Friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!